Jelenleg közel 17 ezer magyar és szerb nyelvű kötet található a Horgosi Könyvtárban, és 400 aktív olvasóval számolnak. Folbert Julianna is heti rendszerességgel jár a könyvtárba, ahol minden alkalommal valami újdonságra bukkan. Nagyon szeretek ide járni, mindig új könyvek vannak, érdekesebbnél érdekesebb olvasmányok, mindig találok a kedvemre való könyveket. Az elmúlt időszakban milyen könyveket forgattál? Krimik. Név szerint melyik az, ami a kedvenced volt, és miért? Böszörményi Gyulától a Leányrablás Budapesten. Budapestent olvastam, és még mindig nagy kedvencem, már fogalmam sincs, hányszor olvastam ki, nagyon szeretem. A magyar kormány támogatásának köszönhetően teljesen megújult a fiókönyvtár belső berendezése, így még szebb környezet várja az olvasni vágyókat. Új fa bútorokat, fa polcokat, szekrényeket vásároltunk, illetve asztalokat, székeket, könyveknek, ilyen könyves ládikákat, babzsákokat a gyerekeknek, gyereksarok készült a legkisebbeknek, és a könyvtár függönyöket is raktunk fel a könyvtárba, ezzel barátságosabb lett a maga a helyiség. A könyvtáros hozzátette, hogy bár a világjárvány miatt az idén kevés programot tudtak megvalósítani, a nyári olvasónapló ezúttal sem maradt el. 90 általános iskolás vett részt a kihívásban. Általában ifjúsági regényeket olvasok, utána kiírom a szereplőket, az adatokat, a véleményt írok róla, tartalmat és rajzolok hozzájuk. Az illetékesek kiemelték, amennyiben a járványhelyzet megengedi, december folyamán szeretnének majd egy könyvvásárt tartani.